Sziasztok! Itt vagyok egy újabb Plants vs. Zombies résszel. Ugye még mindig a ködös pályákat toljuk. Remélem hamarosan vége lesz, mert ezeket igazán utálom. Nézzük, milyen zombik jönnek. Vödörfejű, bójafejű, ezek a játékdobozosok, a kedvenc kis ásor zombik. Ellenben, ha jól látom, nem jönnek delfines zombik, amit külön megköszönök a játéknak, hiszen azokat nagyon utálom. Úgyhogy igen, tettem is napocskás gombát, kis gombát, mi ez, cicát, amit valaki elmondta, hogy mi az, de nem pontosan emlékszem rá. És nézzük még mit tegyünk. Jó, azért az ingyeneseket használjuk ki, nem? De vízi szörny akkor már nem kell. Legyen, hát ködös pályán vagyunk, mindenképp kell ez a kis, igen, három levelű lóhere, ezt is írta valaki. A csillagot nem teszek, nem szeretem valamiért a csillagot, majd az utolsó pályán úgyis meglátjátok, hogy hogyan működik. Szóval azt hiszem, igen, ennyi a növények, és hát kezdjük el, várjuk, hogy jöjjenek a zombiaink. Hopp, ezt nem ugyanabban a sorba tettem, nem számít. És érkezik is az első zombi. Hol jössz? Én nem látlak. Itt, oké. Nem mintha számítana. Ja, itt van kis vízes gomba, és ezt is gyorsan letettem, ha már egyszer ingyenes, használjuk ki. És egy kicsit gyűjtögetem a napocskákat. Közben megnéztem, hogy megvan-e a macskám, mert... Igen, valószínűleg hallani fogjátok itt a videóban egyébként, mert olyan hisztis, mint a rohadt élet. Mégpedig azért, mert néhány napja egy kicsit betegeskedett, és tegnap elvittem orvoshoz, szurit kapott, meg minden totál kiakadt, de a lényeg, hogy másfél napja nem ehetett semmit, szegény, meg ki sem ehetett a kertbe, és most már olyan szinten ki van, tök jól van most már egyébként, és pontosan ezért állandóan hisztériázik itt, hogy... Azért mégiscsak úgy gondolja, hogy jár neki valami. Megettek egy gombát, ha jól sejtem. De mindjárt teszünk cicát! Igen, valaki leírta, hogy pontosan mi az a növény, de... Nem tudtam megjegyezni, és elfelejtettem visszakeresni, hogy most elmondhassam nektek. Hopp-hopp. Egészen közel van már ez a zombi. Ráadásul... Hogy hívják, hogy bójafejű? De, azért sikerült a dolog. Na jó, most már tegyünk egy kis ventilátort, hogy lássunk is valamit itt a pályán. És hát gyűjtök még, hogy legyen cica. Én ezt nagyon, nagyon szeretem, mivel egészen jókat sebez, és a pályán mindenhova. Ez nekem elég fontos szempont. Már jön is vissza a köd. Milyen király! Megint nem fogunk látni semmit. De hát ez már csak ilyen. Van is most egy újabbra, és a cicát is le tudom tenni, úgyhogy király. Körülbelül az egész pálya ilyen lesz. Mert ahogy láttam, ugye különösebben érdekes zombik se fognak jönni, elvileg ugye fog jönni néhány ilyen bányászos, ásós, de a cicák ellenük is nagyon királyak. Úgyhogy várunk. Hát ha meg tudnak lepni valamivel, egy újabb nagy hullám érkezett, vagyis hát igen, ez az első, és ugye kettő lesz. És már nyávog is a háttérben. Mert mit képzelek, hogy nem engedem ki, és nem adok neki enni. Ő felsége kicsit megsértődött, de hát ez van.
Ja igen, egyébként nem vagyok állatkínzó, meg ilyesmi, tehát azért nem adtam neki enni, mert az orvos mondta, hogy ne adjak neki enni. Szóval nem megy. És meglett a harmadik cicám is, ami tök király. És igen, itt ez a vödörfej egy kicsit pusztítani fogja a sort, de nem probléma egyáltalán. Teszek le újakat. Így is ingyen vannak. És újra jön a köd, és újra elfújjuk a ködöt. Igen, ez pedig egy három levelű lóhere. Úgyhogy tulajdonképpen akár ezt így is hagyhatnám, de... De azért kicsit azért odafigyelek, hogy mi történik itt a házunk táján. Elég sok napom van már. Úgyhogy néha egy-egy ilyet azért majd bedobok, hogy mégiscsak költsük a pénzt, ha már ennyi van. Igen, ezek a cicák tök jók tényleg, azért már nem kell minden sorban mindenféle növényeket tenni, és akkor folyamatosan figyelni, hol jönnek, van-e pénzem rá, mit tudom én, hanem leteszem őket, és mindig a legközelebbi zombikat célba veszik, kinyírják. Ó, mamám! Felrobbansz? Nem. Hú! És még egy ötödik cica. Most már ilyen vízbe lövőset se teszek, mert minek. És ugye itt jön a bányász zombi ellene is tök hatásos a cica, hiszen egyből vissza fognak lőni. És amint fején ugye egyből őt fogják lőni. És meg is halt. És még itt van egy bátor versenyzőnk, aki szintén meghalt. Ajándékba pedig nem mást kaptam, mint egy tök lámpás cuccot, aminek az a lényege, hogy védi a növényeket. Tehát, hogyha ráteszem egy növényre, akkor körülöleli, és lényegében először ezt fogják megzabálni a zombik, nem pedig magát a növényt. Úgyhogy újabb pálya, itt érkezik a pogó zombink, akit nagyon szeretek. Nagyon gyors, mikor átugrik valami nagyot, akkor... Tehát elsőre egy nagy dolgot át tud ugrani, például azt hiszem ezt is egyébként, és olyankor eldobja a kis ugráló cuccát, de... mindjárt meglátjuk, nézzük mi mindent tegyünk. Ismét bevetem a cicákat. Azonban, ja igen, kell mindenképp ugye egy ventilátor is, teszek egy nagy diót, krumplit, magyarót, akármi az, tudom, hogy dió. Aztán megmutatom ezt a tököt is, és még egy robbanósat akkor, gyerünk, let's rock! Gyorsan kipakolom a kis gombákat. Sok napocskát gyűjtünk, mint minden pálya elején. Elfelejtettem őket kipakolni, bassz. Úgyhogy csak érkeznek lassan. Igen, megindultak. Úristen, elfelejtettem megnézni a... most jutott eszembe, hogy meg akartam nézni, hogy pontosan hányadikán fog kijönni a Plants vs. Zombies 2. Ugye július van, és hamarosan érkezik iOS-re. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta, annyira azért nem, hogy megnéztem volna, elfelejtettem, de meg fogom nézni, hogy talán 10 valahányadikán fog érkezni. Azt sem tudom, ma hányadik van. Megjött a nyár, és hiába dolgozok, meg mit tudom én, egyszerűen totál elvesztettem az időérzékemet, azt valami július elején vagyunk. Úgyhogy, hogyha kiléptem a játékból, azonnal ez lesz az első, hogy lecsekkolom, hogy mégis
mikor jön, és aztán majd kitalálok valami módot, hogy be tudjam nektek mutatni. Még nem tudom, milyen formában fog ez megvalósulni, de valami lesz, ha más nem, leülök és elmondom, hogy faszasz. És megpróbálom megmutatni egy iPadon. Meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Ja. Hát, pontosan ez történik. Oké, nem baj, ezért nagyon jó volt, hogy velem volt ez a bomba. Ellenben valószínűleg inkább ezt az ugrálós squash tököt kellett volna használni. De hát most már mindegy, most már így kell túlélnünk a dolgot. Azért menni fog, ugye? Ettől a kötőtől is totál kiakadok. Pontosan ez vagy, nem láttam, és egyébként beszéltem közben, és nem hallottam, hogy elkezdett ugrálni. Nagy hiba volt. Na, fújjuk el a ködöt, lássuk, mi is történik. És a ilyen nagy diókat fogok letelepíteni. Ja, már nem. Ó, a vége is a pályának. Jesszus, de gyors volt. Hát akkor nem szórakozunk már ilyesmivel. Egyszerűen megpróbálunk mindenkit felrobbantani, akit csak tudunk. Oké? Aki még így marad. Oké, nagyjából sikerült, azt hiszem. Hát ez jó rövid pálya volt, nem gondoltam volna, hogy azonnal vége lesz, azt hittem még legalább két zászló hátra van. Kaptam ajándékba egy mágnes gombát és egy macskát majdnem a billentyűzet közepére, és menj a ribléci, nem tudok most átfigyelni. Igen, ez a kis mágnes annyit tesz, hogy a fém részeket magához vonzza, mégpedig ezt az ugráló cuccot, valamint a vödröket a fejekről, tehát nagyon szuper. Nézzük, mit kéne csinálni. Teszek cicát, teszek a cica, igen, a Luffy zombikat is kinyírja, úgyhogy ezért is nagyon szuper. Ugye teszek egy ventilátort, hogy lássunk. Nagy krumplit. Egy mágnest. És... igen, a biztonság kedvére azért bepakolok egy ilyen ráugrós tököt. Lehet, hogy inkább megint ezt az atomgombát kellett volna. Jaj, annyira... csönd, cica, csönd! Igen, fog nyávogni. Az öcsém az előbb ment valamerre, és amikor az ajtó nyílik, akkor nagyon kiakadt, hogy ő miért nem mehet. Sajnos. Jönnek valahol a zombik. Ott jön egy. Igen. Jaj, de nagyon kedves, kaptam egy mocskapopót az arcomba. Nagyon jó így videót felvenni, kifejezetten élvezetes, de hogyha meg kicsuknám a szobából, akkor pedig azért nem lehetne felvenni, mert folyamatosan nyervákolna, így legalább csak éppen ráfekszik a kezemre, és nem hagy játszani. Ez sokkal jobb. Ó, ennyi kis gombám van, már nem tudtam letenni sehova. Ó, lassan kéne valamit csinálni, mert úgy érzem, hogy el fognak kezdeni jönni durvább zombik. Még azért néhány napocska termelését leteszek, aztán cicát is. Hoppá, itt elég sokáig tudott jönni ez a zombi. Na jó, most már muszáj elfújnom, mert már nagyon zavart, hogy semmit nem látok, és nem akarok megint abba a hibába esni, hogy mi ez a hülye fűnyíró előtt jövök rá, hogy igazából érkezett valami durva zombi. Na, megvannak a napocska termelő gombák.
És nagyon kéne egy cica. Egy cicát adjatok. Vagyis hát napot a cicára. Gyerünk még. Mert aztán zaválják a növényeimet. És ismét gyűjtök egy propellerre, ventilátorra, 3 levelű. Loherére, igen. Ahogy nevezzük. Jön az első hullám, és ugye ezen kívül lesz majd még egy. Ó, igen, amit nem tettem meg, az... az a nagy krumplik telepítése. Mi ezekkel a cuccokkal? Na. Ez így nem biztos, hogy célra vezető volt, ugye? Ugye én is így érzem. Na, cicát, ha tegyek. Úgy. Igen, ezzel igazából csak lelassítottam a zombikat, most ott fognak toporogni és zabálni valószínűleg. És jön egy lufis zombi is, sőt kettő, de mindjárt meglátjátok, hogy simán kinyírják őket. Letettem még egy mágnest, és... Ajj, de... Tehát igazából ide kellett volna tennem a mágnest, mivel 3 sorban az ő saját sorába egyen följebb és egyen lejjebb gyűjti a dolgokat. Szóval ezt ide kellett volna tennem. Nem gondolkodtam közben. Igen, tudom. Egyébként sokan olyan aranyos kommenteket hagynak, tehát hogy például portálban is mennyire gyökér vagyok, és igazából ezeken jót nevetek, mert igazából én tök jó szórakozok a játékkal, és nyilván nem olyan, mint egy walkthrough, szóval először játszom azt a játékot, ezt nem, tehát itt azért mondjuk nem kéne ilyen szaros hibákat elkövetnem. És ezért nem sértődök meg rajta. Igen, tény, hogy beletelik időben, mire kitalálom a dolgokat. De hát erről szól, nem? Na, újra elfújjuk a ködöt, és most már azért várnék egy nagy hullámot. Így a pálya végére. De még előtte még egy cicát, szuper! Na. Gyertek csak! Elfújom, hogy lássam is. Láttátok, hogy innét... Honnét kapta le azt a vödröt? Hoppá! Itt pedig ugye egy ilyen pogó zombinak elkapta az ugráló cuccát, úgyhogy nagyon király volt. Gyerünk, halljatok meg, ti mind. Na, látni akarom a végét. Hoppá, már 8000 dollárom is van, úgyhogy hamarosan vehetünk is majd valamit. És nem kaptam ajándék növényt, hanem inkább egy üzenetet, ami hova tűnt. Mutasd az üzenetemet. Hello, ez itt a Muterod. Gyere át az én házamba, húsgolyóra. Hadd nyitva a bejárati ajtódat, és a kertedet őrizetlenül, tisztelettel anyu, nem a zombik. Úgyhogy a következő részben, mivel itt most befejezzük, a következő részben megyünk át a Muterhoz húsgolyókat enni, és mindent őrizetlenül fogunk hagyni, mivel anyához megyünk, és tudom, hogy ezt a levelet nem a zombik írták. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!